Öt híres zeneművet felölelő kiállítás sorozat nyílt meg a Csorba Győző könyvtárban, melynek első témája Bartók Béla, a kékszakálú herceg vára. A ballada operához készült illusztrációkat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály gimnáziuma tanulói készítették. Dupla öröm ez a mi intézményünk életében. Egyrésztről a Babits gimnázium diákjainak egy kiállítása nyílt itt meg, az általuk készített képekről, amelyet Bartók kékszakálú herceg vára című műve ihletett meg. Ez önmagában már jelentős esemény nálunk, hiszen nagyon örülünk annak, hogy a diákjaink ilyen rangos helyen állíthatták ki a rajzaikat. És az pedig a második külön öröm, hogy éppen ebben az időszakban vannak itt a jekatyerinburgi diákok nálunk, egy orosz csere kapcsolat révén. Mi 12 magyar diákkal voltunk az ő városukban májusban, és ők most viszonozzák ezt a látogatást. Bízunk abban, hogy ez egy hosszú távú kapcsolatnak a kiinduló pontja lesz. Mi oroszt tanítunk, azon kevés intézmények közé tartozunk, ahol még az orosz nyelvet oktatjuk, és ez a mi diákjainknak nagyon-nagyon hasznos. A cserediákok a város nevezetességeinek megtekintésén túl részt vettek társaik kiállítás megnyitóján is, ahol a zenemű hangulatát vizuálisan is megcsodálhatták.